Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Aki tehette, az bukovinai székely viseletet öltött magára Szent Mihály napján. A szombati ünnepség a vaskúti Szent Háromság templomban kezdődött, ahol a szekszárdi maroknyi székely népdalkör énekével tette még szívhez szólóbbá a 10 órakor kezdődő szentmisét, melyet a Mária Gyüdről érkezett Keresztes Andor esperes plébános celebrált. A szintén bukovinai székely családból származó Andor atya angyalokkal és 3 aprócska, de annál fontosabb szóval készült az egybegyűlteknek búcsú ajándékul. Ma megemlékeztek itt Vaskuton a Fogadj Isteni búcsúról, amit az őseik Fogadj Istenbe, és itt Vaskuton is Szent Mihálykor tartottak. Ez nem csak a templomi közösségnek volt az ünnepe, hanem a családoknak is volt az ünnepe, hiszen székelyeknél nagy a rokonság, mindig tartották a búcsút, eljöttek, ebéden vettek részt, közös mulatságon, majd lementek a faluba, a búcsúba. Ez egy közösségi aktus is volt, a találkozások helye, így mélyen tudtuk ápolni a családi kapcsolatokat, unokatestvérek találkoztak, komasszonyok, testvérek a családba, és így ennek a hagyománya, hála Istennek, itt Vaskuton megmaradt. Már több éve jó magam végzem ezt a szentmisét. Szentmisében megfogalmaztam az angyalok létét, mert elfelejtjük. 3 kis szót hoztam a szívembe, így búcsú ajándékul az itt valóknak. Vigyünk jó hírt, legyünk gyógyító emberek, és legyünk segítői egymásnak. Hiszen a főangyalok, Gábor, Mihály és Ráfael a Jóistentől ezen feladatokat kapták. Szent Mihály védelmezőnk a gonosz elleni harcba, Gábriel főangyal köszöntötte a szűzanyát, és ő adta hírül, hogy a Jóisten kiválasztotta, hogy gyermekének édesanyja legyen. Szent Ráfael viszont gyógyító szent, és így ezt a 3 kis mozzanatot próbáltam itt elültetni a híveknek a szívébe. Az intenzív eső miatt a közeli temetőben található kopjafához az ilyenkor megszokott zászlós felvonulás és az ősökre a megemlékezés elmaradt, így a társaság a templomból a rendezvényterembe vette útját, ahol a szervező vaskúti székelyek egyesületének tagjai fogadták a vendégeket. A bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke is jelen volt a székely búcsón, aki mesélt nekünk Fogadj Isten legendájáról is. A vaskúti székelyek a bukovinai székelyeknek egy olyan csoportját alkotja, akik Fogadj Isten településről költöztek át, vagy vonultak át, települtek át Magyarországra. Talán az egyetlen egy bukovinai csoport, aki közösen, egységesen jött át, és ezt a Fogadj Istenből való elvándorlást megőrizték a mai napig. Igaz, hogy közben családok bővültek, házasságok születtek, elköltöztek, beköltöztek, némileg módosul ez a létszám, de mindenképpen a Fogadj Isteni csoportot képviselik a bukovinai székelyeken belül. Ez azért egy érdekes település, mert Bukovinába érkezéskor egy örmény gazda fogadott 40-50 családot, és úgy döntött, hogy őket ételen ellátja és munkát ad nekik, és hát akkor azt mondják, hogy hála Istennek, az Isten befogadott bennünket. És úgy telepedtek le, hogy ennek a településnek Fogadj Isten nevet adtak. A 45-ös időszakban, tehát a háború után költözve, nagy viszontagságok közepette Magyarországra érve, szintén megőrizték ezt az együvé tartozásokat, és Vaskúton telepedtek le,
és ennek a mai nap is egy nagyon jó esemény, és mutatja azt, hogy ők a hagyományaikat, a bukovinaiságukat, a székességüket mennyire megőrizték. Ez azért is fontos, mert ez a búcsú, amin a mai napon is itt vagyunk, ez már Fogadj Istenből induló rendezvény, tehát már akkor ezt az ünnepet megőrizték, és azóta minden évben megtartják ezt a búcsút, természetes szentmisével, a megfelelő keresztény vallásoknak megfelelően, és utána pedig a családi baráti összejövetelekkel. Ez mára addig változott és addig bővült, hogy most már elmondhatjuk, hogy ezek a búcsúk a bukovinai székességnek a családi rendezvénye, az összetartása. Ide mindenki szívesen eljön, mindenki szívesen itt van, és úgy gondolja, hogy mi egy nagy család vagyunk, és nagyon ennek a búcsúnak, ennek a rendezvénynek részesei vagyunk. Így vagyunk itt a mai napon is. A vaskúti búcsút a Szent Mihály napi búcsúnak is nevezzük. Ezt a búcsúnevet, illetve ezt az ünneplést szeptember 29-én van Szent Mihály, tehát Mihály nap, és ekkor ünneplik ezt a rendezvényt. Ez azért fontos, mert már, ahogy mondtam, a bukovinai ottlétkor is már a Szent Mihály arkangyal megjelenését ünnepelték, és azóta is ezt igyekeznek megtartani, és ez a Szent Mihály arkangyal számunkra nem csak a védelmezőt jelenti, hanem azért azt tudnunk kell, hogy pont az őszi olyan forduló, amikor a gazdasági életben a betakarítás és az újabb vetés időszaka is van, és ennek mindenféle hiedelemvilágával foglalkoztak, figyelték az időjárást, és azt mondták, hogy a Szent Mihály nap előtt 2 héttel, vagy Szent Mihály nap után 2 héttel érdemes aratni, illetve a megfelelő vetéseket megtenni. Mennyasszony, mi kocsolták? Az új ember! Keresse meg a párját! Kere lombot is, keresse! Vajon megkapja? Csak egy kapja, repítál elé! Egy fej! Két fej! Három fej! Itt az én kicsi párom! Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Bonyhádi Székelykő nem csak meghívást kapott a rendezvényre, hanem előadásra is felkértek bennünket. A mai napra a csoport felnőtt tagjai jöttek el, és egy lakodalmas jelenetet adtunk elő. Külön öröm számunkra az is, hogy nagyon sok székely barátunkkal, testvérünkkel találkozhatunk ezen a napon. Mély beszélgetések, nagy-nagy örömök koszorúzzák be ezt a napot. A nívós rendezvényen egy bukovinai székely hagyományokat felidéző lakodalmast adott elő a Bonyhádi Székelykör. Több próba előzte meg a rendezvényt, illetve az előadást. Egy kicsit beleszól mindig a technika ördöge, mert sajnos nem tudjuk, az anyagi lehetőségeink nem biztosítják azt, hogy élő zenekarral jelenjünk meg az ilyen előadásokon, de azt gondolom, hogy a közönség visszajelzése azt mutatta, hogy sikeresnek bizonyult a műsorunk. A legkisebb településről Fogadj Isten zömében Vaskútra telepedtek le a háborút követően. Vaskúti székelylány vagyok, édesapám Bukovinában Isten segítségbe született 1941-ben, és nagyon fontosnak tartom, hogy mi már több generációs család vagyunk, hogy mindannyian részt vegyünk ezen az eseményen, ha minden évben nem is, de legtöbbször eljutunk, sőt az idén már a 7 hónapos kisunokánk Bálint is itt volt, hogy megízlelje ennek a hangulatát, illetve a káposzta illata kis órába menjen. Még nagyon finom volt az ebéd, jó a hangulat, kellemes a zene, sok ember érkezik erre az ünnepségre. Hát nagyon fontos, hogy találkozzanak a régi barátok, osztálytársak, falubeliek, illetve azok, akik más településen élnek, és mind-mind székelyek. A helyi székelyklub tagjai elsősorban a hagyományos ételek készítésében jeleskednek évek óta. Ennek az emlékére most már hosszú évek óta tartjuk minden évben Szent Mihály nap környékén, azon a hétvégén a vaskúti székelybúcsút, emlékezve az őseinkre, emlékezve a
a bukovinai székelységre. A Vaskuti Székelyek Egyesülete 2005-ben alakult, most már közel 20 éve egyesületi formában végezzük a identitás ápolásunkat, és az a jellemző ránk, hogy sajnos ebbe a községbe sem énekkar, sem tánccsoport nem működik. És ebből az alkalomból, amikor megrendezzük ezt a székelybúcsút, akkor mindig hívtunk vagy egy énekkart, vagy egy tánccsoportot vendégszerepelni, hogy legyen egy kis székelyes műsor is ezen az ünnepen. Olyan jól sikerültek ezek az alkalmak, hogy azóta visszajárnak ezek a csoportok minden évben egyre nagyobb létszámmal ide közénk, és jelen pillanatban közel 300 ember ünnepel itt, tartja ezt a búcsút, aminek a fénypontja a bukovinai székelyek által közkedvelt galuska, vagy más néven a Magyarországon úgy ismerik, hogy töltött káposzta. Mi úgy hívjuk, hogy galuska, és ennek a gasztronómiai élménynek is van jelentősége, amikor minket ennyire szeretnek visszajönni és egy jó kis vaskuti galuskát enni ezen az ünnepen. A tegnapi napon egyesületünk aprója nagyja itt volt, közel 40 ember dolgozott itt tegnap, az előkészületektől, a káposzta fonnyasztástól kezdve a káposzta töltésig, a teremrendezésig, a dekoráció elkészítéséig, és hát lelkiekben is készültünk erre az ünnepre, hogy hozzánk ilyen szívesen jönnek, annak abban szerepe van annak is, hogy ilyen finom galuskát készítünk, köszönhető ez a főzős szakácsnőnk, ez főzős csapatunknak a szakácsnőnkkel az élén. Majdnem 2000 káposztát vagy galuskát tekertünk tegnap. Azért nem volt egyszerű ezt megcsinálni. Tegnap kora reggeltől késő estig készült itt minden, és hát reméljük, hogy a vendégsereg a visszajelzések alapján meg volt elégedve ezzel a gasztronómiai élménnyel. Hát nálunk sem énekkar, sem tánccsoport nem szerepel, ezért mindig valakiket hívunk szerepelni. Ebből az alkalomból ma a Szentmisén is, és a teremben is a szekszárdi maroknyi székely népdalkör énekelt, nagyon szépen, akik több díjat is nyertek már. Aztán egy helyi sváb ember énekelt egy magyar dalt a mi kedvünkért, és utána pedig a Bonyhádi székelykör táncolt egy nagyon hangulatos kis lakodalmas műsort, úgyhogy ez volt most a népművészeti része, a kulturális része a mai napnak, és hát ugye mind ahogy a búcsúk régen is szoktak lenni, összejön a család, összejönnek a barátok, összejönnek a különböző településekről érkező vendégek, és aztán együtt esznek, isznak, mulatoznak, és ez nálunk is ma így lesz. Minden évben olyan rendszerbe szoktunk, vagy olyan program szerint szoktunk menni, hogy először van a Szentmise a templomba, erre mindig egy, ha lehetséges, akkor egy bukovinai származású székelypapot szoktam hívni, Keresztes Andor atyát rendszeresen vendégül látjuk, és ő celebrálta ma is ezt a nagyon lélekemelő szentmisét. Egyébként az időjárás engedte volna, akkor lobogókkal és kereszttel kivonultunk volna a temetőbe, ahol áll az őseinkre emlékező kopjafa, amit ilyenkor meg szoktunk koszorúzni, ott van egy ilyen megemlékezés az őseinkről, a halottainkról, és utána pedig jövünk ide a rendezvényterembe, ahol műsor van, és utána pedig a mulatság. Az esemény legidősebb résztvevője Bukovinából, Fogadyisten településről 15 éves korában érkezett Magyarországra. Vidáman emlékezett vissza gyermekkora Szent Mihály napi búcsúira, ahol mindig galuska volt a főétel. A búcsú, Szent Mihálykor. Új, de nem felejtem ott a Szent Mihálykor volt a búcsú. Kína réten. De nézek, voltak már abból, nem volt hiba. Este van, az idősek mentek a kocsmába, ott volt a zene. A Bonyhádi Fazekas Józsefet kérdeztük, hogy kivel érkezett a búcsúba, és hogyan érzi magát. Feleségemmel és 8 tagú baráti társasággal, amit évek óta már ezt űzzük, és csodálatos társaságban, akit szeretünk, de hát ez kölcsönös.